Rendben. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát olyan nehéz megszólalni egy ilyen átfogó előadás után, de azért megpróbálom én is egy kicsit összefoglalni a mi szemszögünkből, hogy, illetve hát igen, a Lajtamag szemszögéből, hogy mit is jelent számunkra a zöldítés. Ugye a zöldítést azt a 10/2015-ös rendelet szabályozza, ami kimondja, hogy minden 15 hektár feletti gazdaságban kötelező a zöldítés. Hát sajnos itt a kötelező szón van a hangsúly, a legtöbb gazda még mindig ezt a zöldítést egy kötelező rossznak, vagy egy muszájból végzendő rossznak nézi. Ugye itt a 15 hektárban nem számítanak bele az állandó gyepek. Hogyha elértük a 15 hektárt, akkor kimondja a rendelet, hogy 5 hektár, vagy 5%-án kell a teljes területnek zöldítést végezni, és itt nyilván vannak különböző szorzószámú növények, szemes és szálas fehérje növények, ugar az per pillanat egyes szorzóval működik, azok a zöldítőkeverékek, amelyeket cégünk is forgalmaz, azok 0,3-as szorzóval működnek, tehát egyszerű kiszámolni, hogy mondjuk 100 hektáros gazdaságnál, hogyha a zöldítőkeverékekkel zöldítünk, akkor 15 hektáron kell zöldítést végeznünk. Ami még nagyon fontos, hogy szeptember 30-ig mindenképpen a földbe kell vetni ezeket a keverékeket, és minimum 60 napig jelen kell lennie a területen. És még ami nagyon fontos, hogy ez a mind a vetés, mind a bedolgozás, az bejelentési kötelezettséggel jár. Annak az elmulasztását, azt arra nagyon figyelni kell, hogy ez ne történjen meg. Miért is zöldítsünk? Ugye a Zsombor nagyon sok dolgot, érvet elmondott, hogy milyen jótékony hatásai vannak itt talajéletre, akármi bármi másra. Biztos, hogy lesz ismétlődés, de nyilván hát nem ismertük egymás előadását. Nagyon jó az erózió elleni védelemre, akár a szél, akár a vízerózióra nagyon jó megoldás egy zöldítés. Gyomelnyomó, gyomszabályozó hatása van, hogyha megfelelő mennyiségben vetőmagnormával vetjük ki ezeket a zöldítő keverékeket, akkor nem fognak az általunk nem kívánt káros gyomokot elszaporodni. Míg ami alatt tartotta a Zsombora az előadást, olvastam egy kérdést, hogy a zöldítő növényekből, a komponensekből valamelyik később nem jelentkezhet-e gyomnövényként. Ezt direkt felírtam magamnak, és erre hamar reagálnék is, dehogy nem, természetes. Ezért kell tudatosan megválasztani a zöldítő keverékeinket. Csak egy gyors példa, nagyon sok olyan keverékünk van nekünk is, amelyek pohánkát tartalmaznak. Na, azt kapásból azoknak, akik napraforgót szeretnének utána vetni, már kapásból mondjuk is, hogy abszolút ne. Pohánka elfekszik, képes több évre is akár elfeküdni a földben, és a napraforgóból egyszerűen lehetetlen kivenni. Tehát, hogyha napraforgó táblát tekintünk, akkor ott például ez hiába egy zöldítő keverékből származó kultúrnövény, ott igenis gyomnövényként fog szerepelni. Tehát ez nyilvánvaló, mint ahogyan repcelése választunk mustárolajretket, mert valószínűleg bele fel fogjuk szaporítani azokat a kártevőket, amelyek a főnövényünknek, azaz a repcének a fő kártevői lesznek. Így ez ugyanúgy a gyom kérdése is teljes mértékben igaz. Zöldítő keverékeknek, mint ahogyan már hallottuk, nematodagyérítő hatása van retkeknek, olajreteknek, mustárféléknek. Ez nagyon jó hatással van a talajra. Nincs tápanyag elvonó hatásuk. Ezen ugye nyilván nagyon sok mindenki vitatkozik, mint ahogyan a vízháztartást is kísérletek bizonyítják, hogy javítja, ellenkísérletek pedig azt, hogy nem javítja, vagy akár rontja. Te támogyak elvonó hatása, hogy nincs, arra majd a legvégén végén visszatérek, hogy miből adódik ez. Talajhumusz tartalmának növelése, ugye nyilván ez egy zöld trágya, aláforgatva nagyon jó talajszerkezetet
biztosít talajéletet növeli. Igazából minden talajtípusra van megoldás, akár egy gyengébb minőségű homokos, szárazabb talajra, egy kötöttebb, erősebb, agyagos talajra, mindenhol meg lehet találni a megfelelő keveréket, és nyilván ugye mivel ezek jó részt pillangós növényekből állnak, ezért a nitrogén megkötés, illetve a nitrogén tárolás is nagyon fontos érv a zöldítés mellett. A zöldrágyázás módjai nagyon gyorsan, Magyarországon nem nagyon használják a fővetésű zöldrágyázást. Ez nyilván a legdrágább módszer, mert ilyenkor nem kerül fővetésű kultúra a területre. Hát ezt, hogyha nagyon muszáj, akkor szokták megoldani így a zöldítést, hogyha ha annyira száraz, annyira rossz területről beszélünk, hogy oda nem lehet egy másodvetést tenni, mert egyszerűen még a kikelése is kérdőjeles. Régről maradt ránk ez a heretakarós zöldrágyázás, igazából csak gyorsan egy-egy mondat, két fajtája van. Van egy alávetéses módszer, amikor mondjuk egy tavaszi kalászossal együtt a herét elvetjük, és így együtt fejlődik a két növény. Rávetéses módszer, őszi kalászost elvetjük, majd tavasszal felülvetjük herével. Ez se a magyarországi bevett szokásoknak a fő jellemzője. Nagyon sokan választanak évelő növényeket, évelő pillangósok alkalmazása az már egy picit elterjedtebb. Nem kell nagy durranásra gondolni, lucernát, vörösherét, baltacím, fehérhelefeléket elvetünk. Az első megtermett hozamot azt takarmányként betakarítjuk. Aztán a következő sarjú hajtást, úgymond azt fogjuk zöldrágyaként alkalmazni, tehát azt fogjuk bedolgozni a talajba. Szőlőkben és gyümölcsösökben előszeretettel használják a takaró növényes zöldrágyázást. Ez nagyon látványos és nagyon jó. Nyilván itt főként a talajerózió, ami ennek a megszüntetése a cél. Nyilván itt olyan kultúrák kellenek, amik taposás állóak, tehát hogy a munkálatokat el tudjuk végezni akár a szőlőben, akár a gyümölcsösben. Ezek általában túlnyomó többségben fű és herefélék. Különböző perjék, olasz, angol perje, csomósebír, meg különböző heréknek a 8-10 féle növénynek a keveréke. És ugye az ötödik az a másodvetési zöldrágyázás, amit azt mondom, hogy a legtöbb gazda talán alkalmaz. Nyilván ez korán lekerülő vetemények után oldható meg. Általában árpa, kalászos vagy repce után szokták a gazdák elvetni. Nyilván ez gazdaságosabb módszer, mert nincs bevételkiesés. És nyilván megpróbáljuk ezt a zöldrágyát még ősszel bejuttatni a talajba. Ugye régebben érdekes volt, mert most már nem, de a szója még a kezdetekkor teljes mértékben elfogadott volt a zöldítésnek való megfeleltetésben. Ott nem 0,3-as, nem is 1-es, hanem egy köztes 0,7-es szorzóval lehetett alkalmazni a vetésszerkezetbe. Most is lehet egyébként szóját használni, bent van abban a 32-es listában, amit ez a rendelet mellékletként közzétesz, ezekből a fajokból lehet választani a zöldítőkeverék megalkotásánál, de nyilván az, mint ahogyan mindenki tudja, ebben az esetben nem szabad kemikáliát használni, ami egy szójatermesztésnél azért elég érdekes kérdéskört von maga után, hogy lehet-e bióba szóját termeszteni? Hát azt gondolom, hogyha valakinek mondjuk egy 45 centiméteres sortávra való vetési módja van, bele tud menni akár többször is mechanikai gyomírtással, és egy olyan fajta választást tudunk eszközölni, ahol egy viszonylag elágazó, hamar borító fajtát tudunk kiválasztani. Mondjuk, hogyha a bóros kezelést virágzásban kiváltjuk azzal, hogy erre egyébként egy kísérlet is született gazdaságunkban, hogy ugye a szójában a virágok kötődéséhez egy ilyen kis
Hát kicsit nedvesebb mikroklíma kell, tehát a légköri aszályra nagyon érzékeny a szója, főleg a virágzása idején, a kötődés idején, és ezt, hogyha megcsináltuk egy héten kétszer, hogy semmi másra, csak sima vízzel egy normál hardi permetezőnk volt egyébként, tudom, ez nem a reklám helye, de mondom, hogy mivel csináltuk, maximális vízkiuttatásra állítottuk, és a reggeli délelőtti órákban lepermeteztük vele sima vízzel a szóját. Ez egy kicsit megnyitotta az állományt, nagyon-nagyon apró szemcsemérettel beporlasztottuk a vizet, és pár órán keresztül csináltatott olyan mikroklímát, hogy végén az aratásnál 3 kötőjel 500 kilóval nagyobb termést tudtunk betakarítani. Ez ugyanaz a tábla volt megfelezve, egyik felét gondoztuk így, a másik felébe nem történtek meg ezek az extra dolgok. Visszatérve a zöldtrágyára, hogyha már magával a zöldtrágyával végezzük a zöldítést, mire érdemes figyelni? Keresztes virágú zöldtrágya keverékeket, klasszikus mustárolajretek, ezt augusztus második felétől, augusztus végétől vessük. Mint ahogyan Zsombor is mutatta, a mustár, a fehér mustár képes nagyon hamar szárba menni, virágozni, nagyon erős karolgyökeret, nagyon erős robusztus szárat tud fejleszteni. Nyilván ezzel dominálni fog, el fogja nyomni az olajretket, de ez még csak a kisebbik gond lenne. Bedolgozásnál ez nagyon nagy hátrányt jelent, nagyon nehéz lesz feldarabolnunk ezt az erős fás szárat. Száraz területekre mindenképpen valamilyen pohánka, facília, néger magtartalmú keveréket válaszunk, ezek nagyon jól tolerálják a szárazságot, illetve lágy száruknak köszönhetően gyorsan, jól bedolgozható és hamar lebomló szerves anyagot tudnak biztosítani a talajnak. Főnövénnyel, azonos kártevő növények kerülése, mint ahogyan említettem, repcellés, sose, mustár, olajretket, fénybogárnak a meleg ágya, stb. Az összes kórokozót föl tudjuk vele csodálatosan szaporítani. Illetve tavaszi vetésű növények előtt nyilván egy hosszú tenyész idejű zöldítőkeveréket érdemes választani, kihasználni azt az időt, ami rendelkezésünkre áll. Legelterjedtebbek itt végigmenve az összetevőkön, ez a klasszikus mustárolajretek. Nagyon sokan gondolkodnak ebben, hamar legyünk túl ezen a zöldítéses dolgon, nem gondolják át, hogy szakmailag mi kellene, és mint ahogyan mondtam, repcellé beteszik, soha nem szabad. Végül is elsoroltam már az előbbiekben, hogy mit lehet róla tudni. Igazából ez most nyilván a mi forgalmunkból nyert szám, de 10 emberből 8 ezt a klasszikus megoldást választja, hogyha zöldítőkeverékhez nyúl. Nem feltétlenül jól, nyilván azért vagyunk, hogy kérdezzenek bennünket, és megpróbálunk minden talajra a lehető legjobbat adni. Egyre inkább kezdenek elterjedni ezek a rozsos keverékek, amelyek mi nálunk mondjuk egy rozsbiborhere facília összetételben találhatóak meg. Talán ez a leggazdaságosabb keverék, ez a legolcsóbb, nyilván ezért is nyúlnak sokan hozzá. Ebben ugye a bíborhere az egy nagyon jó nitrogén megkötést biztosít, a facélia lágy szárával gyorsan lebomló szerves anyagot ad. Igazából ezt a keveréket főleg tavaszi kultúrák elé, mint ahogyan az előbb befejeztem az előző diát, oda ajánlanánk. Érdemes meghagyni, akár etteleltetni, és kora tavasszal, tél végén bedolgozni, a minél nagyobb zöld tömeg érdekében. Vannak a pohánkás keverékek, ugye nyilván visszacsatolva pár diával ezelőttre, napraforgó eléne,
pohánka, bíborhere, facélia, talán ez a legelterjedtebb keverékünk. Itt nyilván a pohánka habitusából és nagyon jó fejlődésű erejéből köszönhetően ez kell ki először. Facélia egy nagyon jól takaró növény, jó szerves anyagforrás, az adja igazából a tömeget, a bíborhere pedig nyilván a nitrogén megkötésért felelős. Akik nem foglalkoznak napraforgóval, vagy az elkövetkezendő pár évben nem terveznek oda napraforgót, ahol itt a zöldítést végezni kívánják, azoknak egy nagyon jó, gyorsan lebomló megoldás lehet. Pohánkás, még a pohánka, bükkönyv, facélia, és van egy négermagos keverékünk is. Az első, a másodikat, a négermagosat, azt mindenképpen javasoljuk a szárazabb területekre, ott nagy sikerrel termeszthető, vagyis hát így van, termeszthető, majd bedolgozható, és nyilván ezek is mind lágyszárú növényekként nagyon jól kezelhetők, és nagyon könnyen bedolgozhatók a talajba. Különböző zöldtakarók, amikről már volt egy szó, fűfélék, herefélék alkotják, nyilván a legfontosabb az, hogy jól bírják a taposást és az erózió elleni dolog, amit már megbeszéltünk. Ezek általában átfelelő keverékek. 3 évig biztosan nem kell őket felújítani, nagyon jól karban tartják területeket. Vannak különböző mélegelő, vadlegelő keverékeink. Ezeket legfőképp ugye azoknak a hát nyilván méhészek is, a méhészeken kívül különböző erdőgazdaságok is nagy szeretettel veszik. Zsombor is beszélt sokat arról a végén, hogy ugye a vadak mennyire szeretik, mennyire sem, vagy mi a helyzet ebbe a kérdésbe. Ugye attól függ, hogy miért vetjük, csak a zöldítés céljából, vagy ezeket lehet egy olyan célból is, hogy direkt, hogy tartsa meg a vadat, mondjuk egy vadáztatás során nagy biztonsággal ezen a területen megtaláljuk a vadat, nagy biztonsággal tud a vadásztársaságot azon lövetni valamilyen vadat, akár szarvast. Ezek általában, mint ahogyan már elhangzott, nagyon sok összetevőből állnak, a herefélék, fűfélék, pohánka, facélia, baltacím, négermagtól kezdve. Általában arra szoktunk, hogy arra kell figyelni az összeállításuknál, hogy valamelyik komponens az a tenyészidő szak során mindig valami virágozzon. És nyilván ez fogja megtartani a méheket is. A vadlegelőnél meg nyilván ott is azért fontos a nagyon sok komponens. Valamelyik növény biztos oda vonza a vadat, valamelyik biztos megízlik neki, és remélhetőleg ott meg is tartja. Két új termékről akarok beszélni, nagyon gyorsan egy homokizab, bükkönyv, alexandriai here. Homokizab nálunk is, mi cégünknél is nagyon kezd elterjedni, egy csodálatos növény, ahogy Zsombor is mondta. Nagyon jó a felső talajréteg megkötő képessége, gyakorlatilag azokkal a gyökereivel, amit a Zsombor fényképein is láttunk, teljesen átfonja a talajt, behálózza, nagyon jól megfogja akár az erózió ellen, illetve tényleg egyben tartja, és utána nagyon jó szerkezetet biztosít neki a lebomláskor. A bükkönyv alexandria here pedig hát természetesen kicsit lejjebb hatolnak, illetve nagy valószínűséggel nitrogént fognak nekünk gyűjteni, és javítják a talajt. Összeraktunk egy mustárfacélia keveréket, ami nyilván a facélia akár a méhészek számára ismert, ez ilyen 50-50% környéki arányban tartalmaz mustárt és facéliát. A méhészeket is vonza, azonban nyilván én is kiemelem itt a mustárnak a nagy tömegét, a méreható gyökerét, amely ugye fonálféreg gyérítő hatással bír, facélia pedig, mint ahogyan az már elhangzott, nagyon jó felvehető szerves anyagot tud biztosítani. Nitrogén megkötés és nitrogén tárolás. Nyilván a nitrogén megkötés az a pillangósok dolga, amelyek a gümölyken keresztül a légköri nitrogént a
a növények számára felvehető nitrogénné alakítja át. Ilyenek a herefélék a mi keverőkeinkbe, a bükköny, borsó növények. Na most nitrogén tárolására viszont majdnem, hogy minden növény képes, de ezek közül is kiemelkedő a retekfélék, amelyek a nagykorú gyökerükben ezt el tudják tárolni. És ezért mondtam, hogy a végén visszatérek, hogy nagy valószínűséggel tápanyagot nem fog a zöldítés kivenni a területből, mert az így tárolt tápanyagok és a bedolgozás során, bedolgozás után lebomló tápanyagok majd szépen mind visszajutnak a talajba, és a fő kultúra számára ismét felvehető nitrogénként, vagy bármilyen más tápanyagként fognak jelen lenni. Én is, ahogyan Zsombor is, mindenféleképpen a zöld rágyázásra buzdítom az embereket. Magyarországon én azt gondolom, még nem ott tart, ahol bocsánat, úgymond kellene, hogy tartson, pedig nagyon sok számos olyan jótékony hatása van, amelyet nem is gondolnánk, hogy mennyire kihat ezzel a fő növényre, a fő kultúrára. És ha már a vadakról beszéltünk, akkor én ezzel a képpel köszönöm meg a figyelmet.